erős várom, Istenünk, szeretettel köszöntjük a gyülekezetet ezen a mai Isten tiszteleti alkalmon. Először hadd köszöntsem a gyülekezetet azzal az igével, amit a kivetítőn is látnak a testvérek. Jeremiás könyvéből: gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, szabadíts meg, akkor megszabadulok. Kedves testvérek, azt gondoljuk, hogy ott kezdődnek a dolgok, amikor az ember végre oda mer állni az Isten elé, és kimeri mondani a kérését, hogy Uram, én tőled várom a meggyógyulásomat. Hadd lépjünk egy lépéssel vissza. Jeremiás a nép nevében és a saját maga nevében is nyilván nem egyszerűen azért áll oda, mert végre összeszedte a bátorságát arra, hogy kérjen az Istentől. Izrael népe folyamatosan abban volt, hogy ők kértek az Istentől, hanem először is ahhoz kellett összeszednie magát, vagy ahhoz kellett erőt találnia, hogy bevallja, hogy beteg vagyok. Hogy nekem gyógyulásra van szükségem, hogy amikor rájöttem, hogy valamit rendbe kellene tenni, megpróbáltam megkeresni azokat a helyeket és helyzeteket, személyeket akár, akiktől majd várom a gyógyulást, és most rájöttem, hogy hozzád kellett volna mennem. Olyan ez, mint Jákob, aki mindent megtesz azért, hogy megszerezze magának az áldást, és mindig valahogy rossz helyen keresi, és azt nem gondolja végig, hogy hát ő az Istentől kell, hogy elnyerje az áldást. Akkor tudunk oda menni az Istenhez kérni, amikor először is rádöbbentünk, vagy megengedtük neki, hogy ő rádöbbentsen bennünkre, hogy igenis sok mindenben van gyógyulásra szükségünk. A másik dolog, gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok, és nem véletlenül folytatja, hogy szabadíts meg, akkor megszabadulok. Nem egyszerűen olyan dologra kell gondolni, ami a testet megkötözi, ami fizikai gyengeség, valahogy nekünk nyilván ez jön először, hanem hogy szabad legyen az ember. Szabadok legyünk az Istenben gyönyörködni, szabadok legyünk az Isten ajándékait észrevenni, azokat fogadni, azokra nyitott szívvel lenni. A kereszténység az nem azt jelenti, és Pál apostol, vagy az igéből elő is fog ez kerülni az igehirdetési igéből, Pál apostol nem azon küzdött, hogy kialakítson egy jó rendet a gyülekezetben, amit aztán jól lehet majd követni akár évszázadokon keresztül, hanem hogy szabadok legyenek belépni, hogy tudjanak arról a szabadságukról, hogy hazamehetnek. Készüljünk így erre a mai Isten tiszteletre, és hadd kicsit rendbontó, de talán egy új szokást kezdő módon hadd kezdjük el azzal a mai Isten tiszteletet, hogy az előttünk lévő alkalmakat magunk elé vesszük, mi mindenre készülhetünk, mi mindenért imádkozhatunk már a mai Isten tiszteleten is. Hadd számoljak be a testvérek felé arról, és hadd jelezzem a testvérek felé, hogy mai Isten tiszteleten majd a főének alatt a gyermekeket várjuk lent a gyülekezeti házban gyerekisten tiszteleti alkalomra, tehát így készüljenek majd a gyerekek, illetve a szülők is így indítsák bátran majd a gyermekeiket. Szeretettel számolok be arról, nyilván a gyülekezetből sokan voltak, tudjuk is, hogy sokan tudtak elmenni Nik Vujicic előadására, bizonságtételére, és arról az örömről hadd számoljunk be, hogy bár mi nem tudtunk oda eljutni, mégis az IFI-vel, ugye mivel online közvetítés volt, az elejétől a végéig át tudtuk élni, végig tudtunk élni azt az alkalmat, ami ott volt, mind az énekekkel, mind pedig Nik Vujicicnak a bizonságtételével. És hadd hívjam fel a figyelmet egy mondatára Nik Vujicicnek, ez lett a mai igehirdetésnek is a címe: alig várom, hogy ott legyek. Majd erre készüljünk ennek a meghallgatására az igéből. Jelentem a gyülekezetnek, hogy az elmúlt héten eltemettük Filác Lászlóné testvérünket, gyülekezetünk könyvelőjét, akit 72 esztendős, majdnem 73 esztendős korában hívott el az élet és halál ura. Kérjük az Isten vigasztaló szeretetét őre, az Isten tisztelet végén külön is fogunk imádkozni azokért, akik gyászt és fájdalmat hordoznak. Szeretettel hirdetem a gyülekezeteknek, hogy tegnapi napon Vácegresen voltunk a Fészek édesanyakör tagjaival, pontosabban a családokkal, egy ilyen kihelyezett, kibővített Fészek találkozás volt ez, ahol megengedtetett nekünk férjeknek, hogy mi is ott legyünk, és egy nagyon jó alkalommal lehettünk együtt, egy ilyen, bocsánat, hogy így mondom, egy Isten háta mögötti, de mégis az Isten szeme előtt lévő ilyen lovas tanyán voltunk, ahol ige alkalmat tartottunk, bizonságtételt hallgattunk, és lelki alkalommal voltunk együtt, hálát adunk ezért az alkalomért. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután 4 órától Soroksáron istentiszteletet tartunk, utána a bábcsoport foglalkozást megszokottak szerint, hívogatjuk az érintetteket. Szeretettel hirdetjük az előttünk lévő reformációi sorozatokat. Azért hirdetem többes számban, mert mind Pesterzsébeten, mind Soroksáron minden este reformációi alkalmakat tartunk. Itt Pesterzsébeten a Klapka tér ad majd otthont hétfőtől péntekig, 6 órai kezdettel,
ennek a soroksári, illetve ennek a reformációi sorozatnak. Soroksáron pedig hétfőtől szerdáig az Evangélikus Imaházban, a Hősök tere 42 szám alatt tartjuk majd ezeket az alkalmakat. 31-én pedig a Központi Református Templomban Soroksáron. Minden alkalom 6 órakor kezdődik majd. Mindkét alkalomnak a plakátjait megtalálják a testvéreként, tehát ott pontosan lehet tájékozódni ezekről a dolgokról. A reformációi alkalmak, esti alkalmak miatt, mivel erre hívogatunk nyilván mindenkit, akár ide Erzsébetre, akár Soroksárra, emiatt a heti megszokott alkalmaink így elmaradnak, amiket mi szoktunk tartani, de hívogatunk ezekre az esti alkalmakra. Azt is szeretettel hirdetem a Józsué férfikörösök számára, hogy ezen a héten lenne Józsué férfikör, de áttoljuk a jövő hétre, és onnantól kezdve ahhoz képest számoljuk a két hetenkénti alkalmat, és úgy néztük előre, hogy egészen karácsonyig nagyon szépen ki fognak jönni az alkalmaink. Tehát november 7-én lesz a következő ilyen alkalmunk. Szeretettel hirdetem azt is, hogy október 31-én délelőtt 10 órakor úrvacsorai istentiszteletet tartunk majd itt a templomban, hívogatunk erre is, függetlenül az esti reformációi alkalmaktól. Szeretettel hirdetem azt is, hogy november 2-án Bábszínházba indulunk azokkal, akik jelentkeztek erre az alkalomra. Ez is fontos dolog, közösséget teremtő alkalom, éljünk ezekkel, és hát örülünk is, hogy sokan a gyerekek közül eljönnek. Szeretettel hirdetem a jövő vasárnapi istentiszteletünket, amelyet úrvacsorával egybekötve tartunk itt is és Soroksáron is. Azt is szeretettel hirdetem, hogy ugye még szünet van ebben az időszakban, jövő vasárnap nem tartunk külön gyerekistentiszteletet majd itt az istentisztelet idejében. Hirdetem szeretettel már előre két alkalmunkat, november 16-án lesz a házastársas alkalom következő estéje, megszokott 4 órai kezdettel, hívogatunk mindenkit, és fogjuk ezt még természetesen hirdetni. Illetve szeretettel hirdetem, hogy felkérés alapján és a Józsué férfi kör szervezésében férfi missziós napot tartunk, amely nem csak a mi gyülekezetünkre vonatkozik, hanem igazából ez egy regionális Budapestre kiterjedő alkalom. Szeretettel hívogatunk mindenkit, illetve kérjük a testvéreket, hogy akinek a gyülekezetünk határain túl van kötődése, akkor hirdesse ezt. Ezt mi már a mi egyház megyénkben meghirdettük, és ez megy tovább, és egész Budapestet szeretnénk erre hívni. Tehát november 23-án szombaton tartjuk majd ezt a férfi missziós alkalmunkat, és biztatjuk a gyülekezet férfi tagjait is, nekünk házigazdának is kell lenni, és nyilván úgy jó, hogyha a házigazdák azért eljönnek és részt vesznek ebben az alkalomban. Pláne úgy, hogy igyekszünk egy olyan programot összeállítani, ami azért vonzó is lehet. Egy programpontot mindjárt szeretnék is kiemelni, dr. Garádi Pétert, akinek a neve talán ismerősen cseng a testvérek előtt, őt hívtuk meg egy előadásra, picit beszélgessünk arról, hogy hogyan is van az egyházunknak a helyzete, a kereszténységnek a helyzete, és abban mi, akik keresztjének és gyülekezeti férfiak vagyunk, mi ebben hogyan is kapunk szerepet, hol is vagyunk. Hívogatunk erre az alkalomra, fogjuk ezt még hirdetni, plakátot is készítünk, és a testvérek elé fogjuk majd tárni, hívogatunk mindenkit. Imádkozzunk ezekért az előttünk lévő alkalmakért, az egész hétnek, az egész reformációi időszaknak az alkalmaiért. Kérjük a testvéreket, hogy ezt tényleg imádságban hordozzák. Ki is tettem a hirdetés, hogy lehessen még ezekre egy picit rápillantani. Isten tiszteletünket pedig kezdjük meg első énekünk éneklésével. Thank you.
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Néped üdvözítője Te vagy, Istenünk. Meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Elmélkedem minden tetteden, és gondolkodom cselekedeteiden. Mert csodatevő Isten vagy Te, megmutattad erődet a népek között. Az Úr, örökké tart az ő kegyelme és hűsége nemzedékről nemzedékre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra és valljuk meg bűneinket. Uram Istenem, vallom és bánom, hogy sokszor bizony megfeledkeztem a szeretet parancsáról. Munkám közben csak a magam hasznát kerestem. Bocsásd meg vétkeimet, Uram, és ember szerető irgalmaddal teremts engem is újjá, szolgáló szeretetre az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és az ő szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy elküldte egyszülött fiát a világba, azért, hogy mi éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el Isten színe előtt, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy eléd érkezhettünk bizalommal. És kérhetünk arra, hogy Urunk, ne emlékezz mind arra, amiért egyébként megérdemeljük büntetésedet, hanem tekints inkább arra a jóra, amit Te magad kezdtél el bennünk. És mert hogy szolgálatra hívtál el minket, Urunk, add, hogy elhivatásunkhoz méltóan éljünk, az Úr Jézus Krisztusért, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet hittel és figyelemmel Istenünk igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, a Biblia vasárnapjára, oltár előtti felolvasásra kijelölte, és megírva találjuk János evangéliumának 20. fejezetében, a 30. és 31. versekben a következőképpen. János evangélista így ír.
Sok más jelet is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel Istenünk igéjét, úgy, amint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 18. fejezet 5. versétől kezdődön a következőképpen. Az Apcsel 18.5.11-ben ezt olvassuk. Amikor pedig Szilász és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál teljesen az ige hirdetésének szentelte magát, és bizonyságot tett a zsidók előtt, hogy Jézus a Krisztus. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, lerázta ruhájáról a port, és ezt mondta nekik. Véretek a ti fejetekre szálljon, én tiszta vagyok. Mostantól fogva a pogányokhoz megyek. Ekkor eltávozott onnan, és egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házába költözött, akinek háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus, a zsinagógai elől járó pedig, hitt az Úrban egész háza népével együtt, és a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek és megkeresztelkedtek. Az Úr egy éjjel látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert nekem sok népem van ebben a városban. Erre ott maradt egy évig és 6 hónapig, és tanította közöttük az Isten igéjét. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a te igéd igazság. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, lehet, hogy azzal kellene kezdeni ezt a mai ige hirdetést, és hát lám ezzel is kezdem, hogy hát azért nem lehetett olyan könnyű ennek a Pálnak, néha, bocsánat a kifejezésért, de azért hát berágott rendesen, vagy megsértődött, megbántódott, vagy dacból hozott egy kemény döntést, hogy akkor én nektek nem beszélek többet az Úr Jézusról. Hadd előzzük ezt meg, nem ez volt az első nehéz pillanat, vagy időszak Pálnak az életében. Ugye őről úgy beszélünk mindig, hogy ő a pogányok apostola, így látjuk őt, hogy ő a pogányok apostola, de hát ő egy farizeus volt. Olyan valaki, akit abban neveltek, hogy te vagy az Isten kiválasztott népének a gyermeke, az a dolgod, hogy őrizzed a reád bízott kincset. Őrizzed a törvényt. Vedd rá a többieket, hogy ők is megőrizzék a törvényt. Tegyetek eleget az Isten kívánságának. Farizeus volt, aki azt tudta magáról, hogy ő azért megy Damaszkuszba, hogy őrizze a törvényt. Azért van gyilkos szándéka, mert ez Istentől való akarat. Aztán találkozott az Úr Jézussal, és egyértelművé vált számára, hogy az a bizonyos Jézus, ő a Krisztus, ő a zsidók messiása. Ő abban élt benne, hogy ő kiválasztott népnek vagyok a tagja, ennek a kiválasztottságnak a keretein belül dolgozunk, mindent a népért, üldözni az Úr Jézus követőit a népért, gyilkos szándékkal hivatalos utasítást kapni és nyílt parancsal menni, mindent a népért. Ez a kajafási teológia volt, ismerik ugye ezt a mondatát, amivel meggyőzi a többi papot is, hogy inkább vesszen egy, mint az egész nép. Inkább vesszenek ezek a szektások, mint az egész nép. Vagyis a kiindulás, és ez egy érdekes csavar, vagy egy érdekes hangsúly, a kiindulás, amivel Saulként nekiindult, az a félelem volt. Attól való félelem, hogy a nép kárát szenvedi annak, hogy vannak, akik más tanítanak. Az elvesztéstől, a nép elveszésétől való félelem, mert ez reális. Hogy Istennel szemben a helyzet, az alap kommunikáció erről szól, az Istennel való alaphelyzet az, hogy itt az elveszésnek a penge élén táncolunk. És nyilván mögötte van az a félelem, hogy hát közben itt vannak a rómaiak, és hát lehet, hogy rajtuk keresztül fog bennünket elveszíteni az Isten, mert Róma megelégeli a mi botorságainkat, és egyszer csak jön, és mindent elpusztít. Ez mind együtt arra indítja, miután Pállá válik, hogy
akkor mindent a népért. Akkor a nép keretein belül, Izrael keretein belül szolgáljon a kereszténység. Ebből kilépni, aki egész életében azt a hangsúlyt kapta, és azt a koloncot hordozta, szerintem örömmel a vállán, hogy mindent a pogánysággal szemben, ebből azt a döntést hozni, hogy akkor én a pogányokhoz megyek, az egy megmagyarázhatatlan dolog. Az nem dac. Az nem méregből és haragból fakadt. Pogányok felé indulni egy Saulból lett Pálnak, az egy elképesztő döntés. Ami mögötte van, és ezért mondtam ezt el kicsit hosszúra eresztve, ami mögötte van, hogy itt valami nagyon megváltozik. Az egész alapállás, az egész látása az életéről, a szolgálatáról, nem csak a keresztényekről és a pogányokról, hanem saját magáról és a saját népéről is. Már nem az az alapállás, hogy az elveszéstől való félelem az, ami hajt, és ami az alaphangja az életemnek, hanem a részesedés öröme az ajándékban. Két teljesen más dolog. Méghozzá azért lehetett ezt mondani, mert arra kellett rádöbbenni, hogy az ajándék az készen van. Az elkészült. Ott van, karnyújtásnyira van, kinyújtotta ő feléje is. 3 napot kellett vakoskodnia azért, hogy ez világos legyen a számára. Aztán jönnie kellett Anániásnak rátenni a kezét, és meg kellett tapasztalni, hogy az Úr Jézusnak nem csak arra van ereje, hogy félelmet keltsen, hanem megszabadítson. És hadd utaljak a bevezető néhány gondolatra, a szabadság gondolatára. Részesedés az ajándékban. Az ajándék készen van. Ők honnan fogják tudni? Ha engem csak a félelmem vezérel, ha engem csak a saját népem iránti féltés vezérel, honnan fogják ezt tudni? Ha a saját magamért való önző féltés vezérel, honnan fogják a többiek tudni? 500 éve, most csak beszéljünk saját magunk kereteiről, 500 éve megvannak a kereteink, a sajátosságaink, a teológiáink, hogy ezeken belül hogyan kell nekünk evangélikusoknak mozogni. De a kérdés az nem így hangzik, hogy nekünk hogyan kell ezek között, a keretek között mozogni, hanem honnan fogják ők tudni? A mellettem lévő ember honnan fogja tudni? És én hogyan fogok újra és újra megerősödni abban az ismeretben, abban az örömben, hogy örök életem van? Hogy mennyei otthonunk van? Kedves testvérek, amit Pál ír, nem kiforgatni akarom a szavait, hanem a mögöttes szándékot kicsit aláhúzni, kiemelni. Az egy kérdés, hogy mire vártok? Leveri Pál apostol ruhájáról a port, azért, mert ellene szegültek annak az igének, amit hirdetett. Mi nem ezt vártuk. Nekünk megvolt a jól felfogott érdekünk, megvolt a jól elgondolt véleményünk, megvolt a látásunk, megvoltak a szokásaink, a hagyományaink, megvolt a teológiai keretrendszerünk, amin belül nagyon jól tudtunk mozogni, igyekeztünk minél jobban, néha nem sikerült, de jó, hogy vannak farizeusok, akik segítenek bennünket néha egy-egy pofonnal, hogy a helyére kerüljünk, de nem ezt vártuk, amit ez az Úr Jézus hozott. Amikor azt mondja, hogy ellene szegültek, az egy nagyon kemény dolog. És az, hogy Pál apostol leveri a ruhájáról a port, az nem valami ilyen szimpadias és megsértettségből fakadó dolog, hanem az egy prófétai cselekedet, amilyeneket Jeremiás csinált. A prófétai cselekedetnek az a lényege, hogy ez így lesz. Amikor a Jeremiás jármot vesz a vállára, nem azt akarja elmondani, hogy ő hogy érzi magát, meg milyen teológiai meglátása van, hanem az, hogy az Isten ezt üzeni nektek, ilyen járom lesz a nyakatokon, vegyétek föl. Az így fog megtörténni. Az Isten beszél. Amikor Pál apostol lerázza a ruhájáról a port, abban is az Isten beszél. A prófétai beszédnek az egyik lényege, hogy ott az Isten beszél. Aki ellene szegül, az nem kap. Hát azért ennek súlya van. Aki ellene szegül, nem aki más véleményen van, hanem aki ellene szegül annak, amit hoztak. Ez fog történni. Elkerül benneteket az áldás, elkerül benneteket a messiás öröksége. Keményen beszél Pál, és ezt hangsúlyozzuk ki, mindjárt kiderül, hogy miért. Véretek a ti fejetekre szálljon. Ti vagytok az okai, a ti készüléteketekben van a hiba. A véreteket fogják venni. És ezt hallani kell. Méghozzá úgy kell hallani, hogy közben eszünkbe jut, és nekünk is nyilván hallani kell, hogy közben eszünkbe jut, hogy igen, nagyon keményen elveri a port azokon az izraelitákon, de közben később levelet ír arról, és azt mondja, hogy tudom, hogy majd az az ige a pogányokon keresztül vissza fog térni hozzájuk. Akiknél nekem le kellett verni a lábamról a port, akik ellene szegültek, akik úgy döntöttek, hogy nem kell, őket is el fogja érni. Amikor azt mondja Pál, hogy leverem a port a lábamról, és a pogányokhoz megyek, az nem egy pofon,
hanem az reménység. Van az Istennek útja, hogy szabadítson. Olyan útja, amit nem gondoltam volna én magam sem. Vissza fog jutni az evangélium. Kemény beszéd, de tiszta evangélium van mögötte. Azt mondja, hogy picit játszva a képpel, hogy ellene szegültök, elutasítjátok az ajándékot. Tudjátok, miért tudjátok elutasítani az ajándékot? Mert az van. Ha egy ajándék nincsen, azt nem lehet elutasítani. Azért vágja ki a biztosítékot az evangélium, mert az evangélium. Mert az idegen ettől a világtól. Azért nehezíti meg, vagy teszi teherré sok esetben a saját magunk életét az evangéliumban való felismerések, sokassága, hogy mennyi mindenben az Isten különb, mint mi, mennyi mindenben hol vagyok én még attól, mert ő ott van. Hát tudom kihez mérni magam. Tudok kihez vágyakozni. Az Isten azt ígérte meg a Messiásban, hogy általa váltság lesz, szabadulása lesz annak, aki hozzáérkezik, aki benne hisz. Az Úr Jézus pedig megérkezett, vagy ő benne megérkezett, az a bizonyos ajándék, és akkor az átvehető, az kicsomagolható. Annak lehet akkor örülni, kibontható. Ez nagyon fontos dolog, a kereszténység sok mindent megélt már, ma is sokféle terhet hordoz nagy léptékekben is, meg apró léptékekben is a saját életünkben, de közben ki ne maradjon az, hogy az ajándék itt van. Mennyi mindent kell tanulnunk arról, nekünk ma élő keresztényeknek, evangélikusoknak, hogy hogyan is kell követni az Úr Jézust, hogy hogyan kell keresztényként meglenni ebben a világban. Lehet, hogy mi, akik ige hirdetésre vagyunk felszólítva, szeretünk is erről beszélni, azt hisszük, hogy ez a hivatalos feladatunk, hogy elmondjuk, hogy hogyan kell keresztényként létezni ebben a világban, de először is azt kell tudni, hogy engem meghívtak, hogy az övéi vagyunk. Ez a történet így beszél a mi megérkezésünkről és az üdvösségünkről. Utaltam az elején arra a hirdetésben, hogy tudjuk, hogy sokaknak sikerült eljutni Niki Vujicsicsnak erre az előadására, a bizonságtételére, és ezt szeretném kihangsúlyozni azt a mondatot, amit a legtöbbször mondott. Alig várom, hogy ott legyek. Ez az ige nem azt, amit itt látunk, hogy mi történik Pál apostollal, amit Lukács itt leír, ez az ige nem azt hangsúlyozza, hogy Pál apostol hogyan csömörlött meg a saját népétől, hogy hogyan lett hány ingere attól a zsigeri elutasítástól, ami gondolkodás nélkül és szívet bezárva egyszerűen csak elutasítani akar, és hogyan ment dacból a pogányokhoz, hanem hogy mi van az egész mögött. Nem kell az üdvösség. Az üdvösség nem kell, akkor mi kell? Ma a világnak, ma a kereszténység nem az üdvösséget szeretné a leghangsúlyosabbnak tartani az életében, akkor mit? Nem a mennyország a legnagyobb vágyunk, akkor micsoda? És a fölébredek éjszaka arra döbbenve rá, hogy nekem nem a legnagyobb vágyom a mennyország, hanem valami egészen hétköznapi dolog, akkor kérjem el, hogy szülessen meg. Mert ő azt akarja, hogy a legnagyobb vágyom az legyen. Hadd haladjunk ezen a vonalon. Mi kell, ha valamin fölháborodik Pál, akkor az ez? Hát mi kell az Istenből, ha ez nem? A beszédetek, a tanításotok, a tetteitek miről tesznek bizonyságot, miről beszélnek? Mi kell nektek az Istenből? Kell az Istennek a Krisztusa? A Messiás egyáltalán? Messiás kell, Krisztus kell, vagy valami egyéb segítő, aki érzékeny a mi hétköznapi dolgainkra, és egy picit könnyebbíti az evilági életünket. Egy picit keresztényebbé teszi az evilági pályafutásunkat. Lelkesítő szemléletet ad a szívünkbe, vagy egyfajta büszkeséget, hogy nekünk milyen urunk van. Mi kell? A zsidó ritusban élők számára megvoltak azok a törvényi előírások, amik arról beszéltek nekik, hogy mit vár el tőlük az Isten. És mit kell teljesíteniük az Isten számára. Ezt a kérdést fordítja meg Pál apostol. Te mit akarsz az Istentől? Van-e bátorsága a keresztény embernek egy picit saját magával foglalkozni ilyen értelemben, hogy miért is kell nekem az Isten? Miért járok templomba? Miért imádkozom? Miért hallgatok igét? Miért énekelek? Mert az Isten érkezik valamivel, amit hoz. Érkezik egy bizonyos szándékkal, egy nagyon jól körülhatárolható szándékkal és igével. És akkor nekem pedig van egy elképzelésem, hogy mire van szükségem, és keresem, hogy azt ő majd hogyan adja meg. Azt hol és hogyan támasztja alá. Ő valami egészen mást hoz.
ismerős történet, nem csak a poén kedvéért, hanem tényleg a rövidlátó tanár feleltetés. Úgy hátra szól, hogy ott a sor végén, légy szíves, mondd meg, hogy mikor volt a honfoglalás? Jön a válasz, hát azt, hogy nem tudom. Na ne viccelj, figyelj, aranybullát mikor írták? Ha mit tudom én? Hát ne viccelj, nem lesz ennyire közönnyös, mit képzelsz, ki vagy te? Hát én a radiátor szerelő vagyok, és javítom, mert csöpök. Jön az Isten, hozza a magáét, meg tesszük föl neki a kérdéseket, hogy na de miért nem ezt hozod, miért nem azt, miért nem a mazalát? Mert én nem azért jöttem. Az Úr Jézus mivel vágta ki a bíztésítékot? Nem azt hozta, amit ők vártak, nem ő hozott rossz dolgot. Nem ő volt az, aki rosszul lépett át a határokon, és rosszul lépett ki a keretekből. Nem arra voltak felkészülve. Pál apostol Saulként azt várta el az Istentől, hogy erősítse meg őt abban, hogy ő védi a törvényt, vér által is, ha kell. Pál apostol Saulként azt várta el az Istentől, hogy üljön le az Isten, és nézze végig, milyen jól és milyen hűségesen csinálom az ő törvényének a védelmét. És hogyan ölök, ha kell. Hogyan szegülök ellen az Isten életet akaró akaratának. Az Úr Jézus pedig azért jött, hogy azokat magához ölelje. És az Úr Jézus azért jött, hogy azt a Sault magához ölelje. Olyan szorosan, hogy ne kapjon levegőt. Hogy máshonnan kezdjen el lélegezni. És az Úr Jézus azért jött, hogy engem magához öleljen, hogy benneteket magához öleljen. És lehet, hogy Pál haragos, biztosan. Nincs az megtiltva. Haragos, mert érthetetlen számára, hogy lehet, hogy ellene szegülnek annak, aki az életét adta értük. Isten létére lemondott, és az életét adta értük. Az a Saul, az gyilkos indulattal rohant Damaszkuszba, hogy öldökölhessen Isten nevében. Nem az Isten döntött így, hogy az én nevemben ezt fogod csinálni, hanem ő döntött így, hogy én az Isten nevében ezt fogom csinálni. Én vagyok az Isten. Hát én döntöm el, hogy az Isten mit akar tőlem. És ez a Saul, ez bocsánatban részesül. Nem is kérte. Olyat tettem, amire nincs bocsánat. Mégis kaptam. Én tudom, milyen az, amikor leveszik rólam a bűnt, amire rá kellett döbbennem. Én tudom, milyen az, amikor rendbe jöttem Istennel. Ezt kérdezt tőlük, ti nem akarjátok ezt? Hát nem arról szól az egész, hogy rendbe jöjj az Istennel? Hogy lehet az, hogy nem ezt akarják? Figyelj magadra! Nem az Isten tagad meg benneteket, ezt mondja nekik, nem az Isten tagad meg benneteket, hanem te lököd ki magadat az Istennek a kezéből. Te döntesz úgy, hogy nem kérsz belőle. Lehet, hogy bennünket is figyelmeztet egy picit. Milyen helyzetekben, mi minden olyan helyzet van, amikor éppen kilököm magam abból, amit az Isten nyújtani akar. Amikor ellene szegülnek az evangéliumnak, akkor hoznak egy döntést, hogy én ezt nem akarom. Ebben benne van minden. A teljes akaratuk, a teljes szándékuk. Nem akarok Jézussal örülni. Nem tudják, hogy erre mondanak nemet. Nem akarok Jézussal a mennyországba menni. Nem tudják, hogy erre mondanak nemet. Hányszor hoztunk meg olyan döntést, amikor nem tudtuk, hogy igazából őre mondtunk nemet. Egy hétköznapi, egymás közötti valamilyen helyzetben. És nem vettem észre. Sok minden terhelhet bennünket, egy életbe sok minden belefér, és néha áldásként ezt, hadd éljük meg áldásként, sokszor fedezzük fel a hibákat, amiket elkövettünk, sokféle ostobaság csúszik bele, vagy rakunk bele, de nem fogom azt mondani, hogy nem kérek belőle. Nem fogom azt mondani, hogy nekem jó lesz így, ahogy van. Hanem alig várom, hogy ott legyek, ahol minden rendben van, ahol végre visszaölelhetem. Úgy, ahogyan ezt itt nem tudtam. Záró gondolatként hadd hangsúlyozom ki még egyszer az utolsó két-három mondatot az igéből. Azt mondja az Isten Pálnak éjszaka, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked. Mert nekem sok népem van ebben a városban. Nem saját erőből döntött úgy Pál, hogy aztán ott marad másfél évig Korintusban és hirdeti az igét, ott, ahol ő nem akart lenni.
nem egy kényszer helyzetbe került, hanem megoldotta az Isten, hogy azt mondja, hogy Pál, te itt akarsz majd maradni. Te majd akarod mondani. Te majd akarsz örülni. Akarsz majd gyönyörködni. És az én bennem való gyönyörködés az mindenre kifoghatni. Erősítse meg bennünket az Isten ebben, és adja ez a szent lelkét. Ehhez kell az Istennek a szent lelke, hogy mi akarjunk, hogy megszülessen bennünk az a gyönyörködési vágy. Milyen jó lesz ott lenni. És akkor így már milyen jó szaladni ezen az úton ő feléje. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk Istenünk, te megszólítottál bennünket, és azért szólítottál meg bennünket, hogy először is észrevegyük, hogy te ott vagy. Hogy te szeretsz minket. Hogy nem egyszerűen kiadtad a parancsot, és megadtad a teológiai elveket, ami alapján föl kell építenünk egy életet, egy gondolkodásmódot, egy hozzáállást, egy hitet, hanem ott vagy. És meg akarsz bennünket ölelni a mai napon is. Jó nekünk egyszerűen csak elengedni magunkat a te kezedbe, hogy megölelj szorosan, hogy ránk néz, és mi végre felemeljük a tekintetünket, és egyszerűen csak örüljünk neked. Ezt ad nekünk, Urunk, azt a felismerést, amit Pál apostolként aztán felismerhetett. Hogy itt nem félelmekből, aggódásokból, védekezésekből áll az élet, hanem abból, amit te jelentesz, amit te hozol, amit te cselekszel, hogy szeretsz minket. Ámen. Tisztelet elején hirdettem a hirdetnivalókat, és most akkor nem a hirdetés következik ezért, hanem egy kicsit az igére válaszolva énekeljünk egy éneket, kicsit imádságként is, mert ez egy imádság, hogy tényleg az Isten adja azt, amit ő hozott. Az Úr Jézus adja azt, amit ő hozott, és abban legyünk készek a befogadásra. Oh.
Mindenható örök Isten, add ezt nekünk minél többször, hogy a Te ígéd nekünk fényforrás, látunk tisztán. Látjuk tisztán a megérkezésünket, azt a mennyei országot. Jó nekünk ott lenni, alig várjuk, hogy ott legyünk. És nem azért, mert szeretnénk menekülni e világ rossz dolgaitól, hanem azért, mert ott jó lenni igazán. Köszönjük, Úr Jézus, hogy szeretsz bennünket, és Te mindent megcselekedtél azért, hogy ezt az utat, ezt a célt, ezt mindig tisztán lássuk magunk előtt. Akkor is, amikor homályos a látásunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem a szemünkkel, hanem a szívünkkel láthatunk. Így hordozunk mindazt, ami éppen most reánk nehezedett. Urunk, megvalljuk előtted, hoztunk magunkkal terhet, épp eleget. Köszönjük, Urunk, hogy Te pontosan tudod, mi van bennünk. A magabiztosságot is, az önteltséget is, a gyengeséget, a félelmet, a bizonytalanságot. Ismersz bennünket. Tudod, hogy aggódunk a szeretteinkért, a családtagjainkért, és szeretnénk a lehető legjobbat cselekedni értük, és látjuk, mennyiszer nem sikerül. Úgy szeretnénk jól reagálni a Te igazságaidra, mások megjelenéseire is, ahogy az sem mindig jól sikerül. És tudjuk, Urunk, hogy mennyiszer látogattál meg bennünket, és adtál nekünk békességet és örömöt. Mennyiszer mutattad meg nekünk, Urunk, hadd emlékezünk ezekre a pillanatokra, percekre, órákra, amikor megmutattad nekünk, hogy a Te szereteted mindennél nagyobb. Köszönjük, hogy szereted ezt a gyülekezetet, és Urunk, az a Te terved, hogy ebből élet, még több élet fakadjon. Jó nekünk hozzád tartozni. Jó nekünk a Te kezedet fogva terhet hordozni ebben a világban. Jó nekünk hallgatni a Te szavadra, amit Te hoztál. Áld meg, Urunk, ezt a mai Isten tiszteletet. Áld meg akkor is, amikor előkerül a szívünkből a keserűség, a szomorúság, így imádkozunk külön is Filác Lászlóné testvérünkért. Váratlanul, a mi számunkra váratlanul hívtad őt el, de nálad élet van. Hálát adunk, Urunk, hogy evangéliumot lehetett hirdetni az ő temetésén. Hálát adunk, Urunk, hogy Te evangéliummal, örömhírrel látogatsz meg akkor, amikor a legmélyebben vagyunk. Köszönjük, hogy örök életünk van Te benned. Mennyei atyánk, legyen most előtted a mi életünk, ezt munkált ki, kérünk, Te szent lelkeddel. Mindaz, ami bennünk van, hadd legyen a tied. Hadd lássuk világosan azt, ami előttünk van, ahova Te vezérelsz, mert hívtál minket. És kérünk téged, Urunk, hallgass meg, amikor az előttünk lévő reformációi sorozatra, Isten tiszteletekre is gondolunk, áldást kérünk, és amikor mindent egybefoglalva könyörgünk, ahogy tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a földön, úgy a mennyben is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után vegye a gyülekezet az Úristen áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te reád, és adjon te néked békességet.